A rakam az Ibrány és a Mándok Tiszavasvári találkozót elhalasztották a megyei első osztály 12. fordulójából, mivel a csapatok több játékosa is érdekelt volt az elmúlt heti amatőr Európa-bajnak is a megrendezett hat mérkőzésen négy hazai és két vendéggyőzelem született. A Tuzsér 1-0-ra verte a Máté Szalkát, a Nagyhalász 2-0-ra nyert a Fehérgyarmat ellen, a Nagyecset 3-éde bizonyult jobbnak a Vásárosnaménnál, a Baktaló pedig 3-0-ra múlta felül a sényőt. A Nyírjulaj 2-1-es sikerrel távozott szakújból a Balkán Gyulaházáról vitt el a 3.6-3-1-es győzelmével. Nagyon kemény meccs volt. Az első félidőben azt kell, hogy mondjam, hogy vezethettek volna két-három góllal, de aztán sikerült a másik félidőben rendezni a sorokat, és hamar sikerült gólt szerezni, kiegyenítettünk, aztán már utána jöttek a gólok, meg a helyzetek, úgyhogy akár több is lehetett volna, de azt kell mondjam, hogy az első félidő az övék volt. A megyei első osztály tabellájának élén a balkány áll 30 ponttal, megelőzve a 28 pontos nagyegysedet és a 24 pontos nagyhalászt. Mirgai László együttese vasárnap a nagyhalászt fogadja. A halász 6 ponttal van mögöttünk nagyon jó csapat, nagyon masszív, a legkevesebb gólt kapta, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon parázs, nagyon kemény harcos mérkőzés lesz is. Hát 6 pontos mérkőzés, mert hogyha nyerünk 9 pontra elmenjünk, ha ők nyernek, akkor három pontra ránk jönnek, úgyhogy igazi vérbeli rangadó lesz. A szurkolóik, ismerjük a nagyhalázi szurkolókat, hogy nagyon vérmesek, a miénk is, úgyhogy szerintem a nézőtéren a hangulat is nagyon jó lesz. A 13. forduló további párosítása következő, Máté Szalka Rakamaz, Vásáros Namény Tiszavasvári Tuzsér, Nyírgyulaj Gyulaháza, Fehérgyarmat Nagyecsed, Ibrány Szakoly és Sényű Mándok.